Itt az erőcsapat megmutatta, hogy teljesen mindegy, hogy ott van vagy nincs, közelben van vagy nincs a közelben, akkor is ki lehet őket nagyon akasztani, és gyakorlatilag ez történt a mai napon. Tulajdonképpen ezt elterveztük, hogy itt akkor mindenki kis csapatos műveleteket végez. Hát, mentünk három helyre. Első helyen, hogy mondjam, OTP-től nagyon furcsa dolog történt. Nem foglalkoztak velem. Kijött a fiók vezető, egyszer megmondta, hogy itt nem szabad demonstrálni. Mondjuk, mi véleményt nyilvánítunk. Nem folytatta vissza, mert nem foglalkozott velük. Utána bementünk a cibbankba, ránk hívták a rendőröket. Ugye ott is a fiók vezető puposkodott, biztonsági őr teljesen normális volt. Bezárta ugyan az ajtót, de láttuk, hogy bárkinél előbb odaszalad és nyitja is, arról van szó. És kihívták a rendőröket, azok kijöttek, volt még egy olyan 5 percünk körülbelül. És amikor ott végighallgatták, vagy mit tudom én, valamennyit hallgattak a fiók vezető hisztijébe, addigra közöltük, hogy akkor mi végeztük, viszontlátásra, rendőrök is viszontlátásra, és mentünk. Na és akkor utána jött a ügyeskedés Budapest Bank a Blahánál, rohadt barom orosz kretén. Na, ez az, lehet, hogy ukrán, nem tudom. Na, neve az erre utal legalábbis, vagy bármi hasonló lehetett. Na, fogja magát, azt egyszer csak jön oda, és gondol egyet, hogy akkor kicsavarja a kezemből a kamerát. Na de, rabolunk, itt tartunk. Ilyen görények vannak, pankrációznak, rabolnak, másik a kisebbik a hátulról csak cukkolja természetesen. Az volt a fő rohadék, ez meg a hülye, amelyik végigcsinálta. És akkor szépen ott elkezdett velem dulakodni, mi lett a vége, elestem. Mert ez ilyenkor előfordul. Ja. Van szinten elestem, hogy még a mentőket is rám hívták. És eltört a telefonom. És eltört a telefonom. Így van. Egyébként normálisan a zsebedben volt, tehát hogy a hollás szóltára. Hol lenne? Ott nem? Rátlökött a telefon. Fellökött. Így van. Fellökött, és akkor ezek után, hát azért láttam, hogy ott onnantól jön a tanácstalanság, de az ott még púposkodott. Őnáluk szakadt el előbb a cél, ugye 2013 óta, már akkor azt írta a Pityú, 2014-ben volt a Pityús történet, ugye azt írta a rendőrségi vallomásában, vagy mondta, hogy nekünk az a célunk, hogy kiprovokáljunk egy indulakodást és verekedést. Hát most igaza lett, tehát gyakran nem provokáltuk, nem kell hanem megtörni magától. Egy hülye náluk kell hozzá. Igen, náluk szakadt el előbb a cél, ugye megvolt ez a nyáron az oktogonon is, de most a Budapest Bank, egyébként erre nem gondoltam, hogy pont a Budapest Banknál fog elszakadni, de elszakadt. Az OTP-seket időben visszahívták, tehát ugye látszik, hogy a mai napra az OTP-sek nagyon készültek, pedig nem is tudták. Nem tudták, hogy hol csapunk le. Igen, de nagyon fel voltak készítve a fiókvezetők és a biztonsági őrök, ahhoz képest, amit ahogy te is mondtad, OTP-kben előtte megtapasztaltunk. Ugye nyilván majd megy a kártérítési idény, meg majd meglátjuk, mit szól a Budapest Bank. 8 napot adtam nekik. Másik csapatok, hogy érték ezt meg. Hát az OTP-n mai nap vagy körlevelet kaptak, vagy valamilyen formában, mert teljesen semlegesen álltak a csapatokhoz, azt mink is megfigyeltük. A középső bankunk az FAB bank volt a körúton, és ott volt egy érdekes történet, ami esetleg tanulságos is lehet, tehát bezárták az ajtót, ugye a biztonsági személyzet, akkor ment a telefonálgatás, mi a csendben tettük a dolgunkat. Egyszer csak a fiókvezető szólt a biztonsági őrnek, hogy kinyithatja az ajtót. Aztán ugye, tehát ez alatt néhány perc volt, aki akart bejönni ügyfél, nem tud bejönni. Egy hölgy jött be, figyelmezteti a biztonsági vezető, hogy hát itt most vélemény nyilvánítás van, és saját fülemmel hallottam, azt mondta, hogy őt az nem érdekelte jön. Tehát nem foglalkozott, magyarán mondva, egy teljesen közömbös ügyfél azzal, hogy mink ott vagyunk. Uh-huh. Nem foglalkozott rá. Ő be akar jönni, tenni, amit akar, és kész. Úgyhogy be is engedték, sőt, utána kinyitották véglegesen az ajtót. És egy olyan negyed óra alatt lezajlott ez az egész történet. Az ezt történet. Hát
Az Ersténnél, igen, az volt a harmadik, a búcsú ettől a mai programtól. Igazából vártak tulajdonképpen minket, mert már előttünk valamelyik csoport volt ott, tudtak róla, leültettek, ülünk le, nyugodtan ott, és a biztonságőr is tulajdonképpen majdnem, hogy kávéval nem kínált meg. Három bankban voltunk, pecsétet nem szereztünk, mert azt mondták, hogy nincs aláírási joguk, meg ők nem, meg stb., meg ő a nevét ehhez nem adja meg, stb. Stb. Az OTP bankba, amikor bementünk az első bankba, aránylag rendbe zajlott egy ideig az őr, ott hepciáskodott, meg ne kamerázzak, meg stb. Stb. Mondtam neki, hogy ő is teszi, kapcsolja ki, akkor én is kikapcsolom, meg a pénztára vigyázzon. Tehát kikertem magamból, én ennyit soha nem beszéltem, mint ma ott az OTP-be. Majd olyan fél, ugye 30 perces volt az ott létünk, és olyan 10-12 perc tájékán, majd a videóból kiderül, megjelent három tagba szakadt emberke, ami aztán feltűnt nekem, hogy az oktogonnál, a sátorozásunknál már egyszer láttam két ürgét, csak ők belül voltak egy bankba, hogy nem figyelt bennünket. Ők ottan hepciáskodtak, gizikével kötekedtek, majd látszik a videón is, Gizikére rászárt az egyik bácsik, ahogy ne videó... És akkor a videózással, tehát a filmfelvétellel volt a baja, akkor ők is elővettek ketten is kamerájukat, lefényképezték a Gizikét közelről, meg engem is, meg mind. És mondtuk neki, hát akkor most egálba vagyunk, maga is fényképez, én is fényképezhetek, tehát akkor most nem kapcsolunk ki semmit. De ránk álltak ott teljesen, akkor mi elmentünk onnan arra, meg mint. Tehát egy egész kis vadászat volt ottan. Ez melyik bank? Ez az OTP bank, ahova ti mentetek utána, amikor a KH-ba találkoztunk. Jóban melegítettétek őket. A vége, 30 perc vége előtt ők 3-4 perccel elmentek. Az őr az tényleg odállt nagyjából a pénztárhoz, az úgy lenyugodott. A főnökasszony is, ahogy mondtad, az a csinos asszony, az szépen ott tűrt minden. Jó pofa volt ő. Ez a három gazember, ez szórakozott ott velünk. Majd mentünk a KH-ból, szintén az őr hepciáskodott, ne videózzak, meg stb. Aztán 30 perc alatt ő is megnyugodott, szépen elköszöntünk. Cibbankban sem volt különösebb, ott a nagy darab tagba szakadt őr. Az mondta, hogy ő elég erős legény, mondom én is, meg nem tudom. Tehát volt ott minden. De amúgy jó. Jó. Szerintem ezt folytatom. Én ezt még annyit tennék hozzá, ja, hogy mondjad csak. Egy ügyfél az emeletről jött le, biztos ügyet is nézett, és így tartottam pont szembe vele, és akkor így csinálom, ja, hogy hajrá! Jó, jó hangosan, hogy már ezért megértem, ahogy itt voltunk. Ja, ilyen bólogatós volt a KH-ba is, és a Cibbankba is volt egy, hogy ők aztán nem mondtak semmit, hanem szépen ottam. És az ügyintézések szabályosan mentek, tehát semmi. Látszik, próbáltuk, hogy hívják az ügyfeleket, főleg az OTP-ból, ott sokan megfordultak akkor. A másik két bankban elég kevés ügyfél volt, de az OTP-ben világosan látszik, hogy az ügyintézés az minden zavarmentesen ment. Hiába pedig ez a három ember ott követte a Gizikét, követte a helyzét, szóval. Jó, jó. Egyébként az FKB-ban azért először velünk is kötekedtek, mert kezdtem mondani, hogy hát ez egy magánterület, és mondtam, hogy dehogy, ez közforgalomra megnyitott terület, és egyébként nekünk pedig van bírósági végzésünk, hogy nekünk itt szabad demonstrálni, hogy ennyit. Én innen ki nem megyünk majd. Mondta, meglátjuk, ha nincs aláírás, akkor fél óráig maradunk, és kész. Azt mondta, hogy megyek, mutassa a bírósági végzést. Szuper, jó. Az még viszont azt tettük észre, hogy a KNH-ban például a rendőr az ajtóig jött. És azt kérdezte az őrtől, hogy hát mit csináljak én itt bent. Abszolút nem is jött bent az ajtó. Nagyon jó. Kétszer is visszajöttek a rendőrök a KH-ba, de az ajtón belül csak egy jött, és aztán ki is ment. Akkor megérkezett egy másik rendőrautó, ott beszélgettek, trétje, ők is eljöttek az ajtóig, majd elmentek. Tehát egyszerűen azt mondják, hogy... Egy nagyon jó dolog ez a kis csoportos bankizgatás, főleg úgy, hogy egyszerre támadtuk az OTP-t valamennyien, mert mikor bementünk, és
látta a fiókvezető, ugye ez nő volt? Igen. Az volt a fiókvezető, hogy kamerázik a Marika, akkor elkezdett hisztizni, és mondom neki, hogy nem lehet kamerázni, mondom, miért kiposztani se lehet az ügyfeleket. De is kétszer is mondtam. És aztán a Péter beszélgetett vele, és a fél órát ott leültünk, és kifeszítettük ezt a papírt, amire rá van írva, hogy csaltak, meg minden. Az ügyfél fogadás, az ügyfél ügyintézés, az gyönyörűen ment, három ügyfél volt ott, még mondtam is a Marikának, hogy fotozz le őket, mondom, mert hogy esetleg bíróságra megyünk, akkor hát ment az ügyfélfogadás, tehát semmi probléma nem volt. És a Marika közben ilyen rövid videókat csinált, majd fölteszi, hát hogyha kedvet kapnak tőlünk mások is. Hogy nagyon jó módszer, ezt csinálni kell. Én is és a következő, bocsánat, és a következő van, tehát ja, az egy jó az első volt, de hát ott nagyon, ott olyan kedvesek voltak, nem volt tiszti, lejött a fiókvezető szintén, beszélgetett a Péterrel, ugyanis kifeszítettük ezt a papírt, nézték az ügyfelek így, hogy mi a csoda az. Leültünk és ugyanúgy megvártuk a fél órát, közben az elnő írt az időpontot, hogy mikor jöttünk be, mikor jöttünk ki, és ott nem volt semmi probléma. A biztonsági őr, hát az olyan szépen viselkedett, mintha testvérünket volna. Egy szót nem szólt, úgyhogy jó volt. Na hát nekünk azért egy kicsit kalandosabb volt a mi csapatunknak. A Károly körúti OTT-be bementünk, az első a sztoriánál. A biztonsági őr az ugye nem volt biztonsági őr, bocsánat. Nem volt biztonsági őr, a fiók vezető kérdezte, hogy akarunk-e ügyet intézni. Mondtuk, hogy nem, csak véleményt nyilvánítunk. Én leültem, talán az Erzsi is, és a fiúk meg járkáltak a felvevőkkel, akinek milyen volt, hang meg minden. És a Laci oda ment, kérdezte az ürgét, hogy jön-e a fiókvezető. Ugye én nem hallottam, csak ha akarod, hát mondd el ezt. De a lényeg az, hogy ő válaszolt, hogy a fiókvezető, de nagyon ki voltak, de látszott a viselkedés és mondta, és azért mondtam is a zsűrnek, hogy ez átvette a biztonsági őr szerepét tulajdonképpen. Kijött oda közénk is, tehát természetesen azt mondta, hogy nem ír alá semmit, nem írhat alá semmit, és kihívja a rendőrséget. De miért az első... nem? Miért nem ad tecsétet? Azt is hát azért, mert rajta van a neve. Azt mondta, az és ő neve van rajta, tehát ez az ő bankja. Sófoltuk, mert megegyeztük. Hát a főnöke akkor az nem venné jó néven, ugye? De nagyon várta a rendőröket, mert többször telefonált, és a rendőrök nem jöttek csak a végén. A legvégén, tehát látszott ajtó, fúj. És egyébként nem tudták, hogy bocsánat, de ez lehetett még 10 percet, mert nyilván nem tudták rendőrök is, nem? De itt nyilván ő nyitott ajtó. Most a felvétel, nem emlékszem pontosan, mert én csak arra figyeltem, hogy nagyon érdekesen viselkedik. Beszéltem én azért sok minden jót. Igen, igen. De azt is mondd el, hogy mondtad neki, hogy ha rányomja, akkor eddig maradunk. És akkor azt mondta a fiókvezető, hogy engem ezzel nem tudnak zsarolni. Ja, igen, nem tudnak. És azt mondja, hogy majd hívom a rendőrt, mondom, bennünket meg azzal nem tud zsarolni. Nyugodtan kiderüljön. Azt mondja, utána oda, mert nagyon sokáig nem jöttek ki a rendőrök, és akkor egyszer csak kijött, mert nagyon sokáig jött ki onnan a pult mögül. És egyszer csak kijön, és azt mondja, hogy biztos meg akarják várni a rendőröket? Mondtam, hogy meg már van még 5 perc. Minden nagyon rendőrök, és akkor mondom neki, hogy legyen szíves, mondja már el. Miért hívtak a rendőröket? Mit csináltunk? Mi a problémája? Majd elmondja a rendőröknek. Mondom, jó, hát akkor mondja a rendőröknek. Hát persze semmit nem tudott mondani, mert csak ültünk békésen, meg ugye a kamerázás arra is, hogy nem lehet kamerázni, stb. Tehát ez a szokványos szöveg, és hogy azonnal hagyjuk el a bankfiókot, hogyha nem ügyet intézünk, és akkor mondjuk, hogy nem megyünk sehova, mert most mi véletlenül nyilvánítunk, amihez jogunk van, és hogyha gondolja, akkor itt van a bírósági vég. A gyereke! Azt mondja neki, Laci. Hát elég nagy bank. Egyébként a rendőrök, nagyobb érdeklődést mutattak, mert mi próbáltuk elmagyarázni nekik, hogy ugye ez a bírósági végzés ezért van, hogy mi megtehetjük ezt, ez sem probléma. Kérdeztük, hogy miért kell akkor minket ugye igazoltatni. És el is olvasta, ha jól láttam. Én felolvastam, ott neki kinyitottam. És ott olyan érdeklődéssel nézte, mint hogyha, hát mint nem azt mondta, hogy először hallott volna ilyet, de úgy megilletődtek, hogy hát mi azt megtehetjük.
akkor ugye igazoltattak minket, nálam nem volt igazolvány. Ettől függetlenül csak felírták az adatanyagot, gondolom utána néztek, tehát ők hogy mondja, természetesen és normálisan viselkedtek. Mondja a rendőr, azt mondja, volt az egy orvos, nagyon tényleg olyan, hát nézték a napra. Tehát látszott rajtuk, hogy ugye, látszott rajtuk, hogy igazából ők, hát frásznak. Ők is károsultak. Biztos igen, de a fiókvezető édesanyja is, mert azt mondja nekem, hogy, mert mondom neki, hogy hát becsapták, hát látja a tisztességtelnek, maguk írták le, egy levélben tisztességtelnek voltak. Na most miért van ezen fölháborodva, ha ezt tudatjuk a többiekkel, akik ebben a bankfiókban vagy bármelyikben bemennek. És akkor azt mondja, hogy persze, mert ja igen, úgy volt, hogy kisembereknek teszünk most rosszat. Mondom, mi kisemberek vagyunk, akikkel az OTP rosszat tett. Tehát mi kis emberek itt ülünk, akikkel jó nagy, na, hogy hívják ezt a ostorcsapást mért az OTP, és akkor erre kezdő az űrge, de ilyen nagyon ideges volt. Az én anyámra meg egy másik bank tett ostorcsapást. Mondom, akkor uram, magának itt lenne a helyet. Nem a másik oldalon. Az édesanyját is becsapta valamelyik bank és valamelyik itt tisztizik. Hát nem volt. Ez az, aki az anyját is eladta. Nem, ez már eladta. Aztán mondtuk a rendőröknek, hogy, vagy ennek a fickó, ahol látja, nem hűtta volna a rendőröket, már 5 perc elmentünk volna. De most sajnos itt maradunk még, úgyhogy míg azok kérdezték rádióra az adataikat kint a kocsiba, addig még mi tovább hűtünk. Mondtam, hogy már rég elmentünk volna. Így nyerte meg a puszt 10 percet. Igen, és azt mondja, nem van, mert neki ez így jó. Mondtam, viszont nekünk is. Milyen jó, akkor mindenkinek jó az üzlet. Mondtam, hogy milyen, nekünk is nagyon jó, semmi probléma. És akkor elköszöntünk, elmentünk a legközelebbi helyre a CIP-ban, szintén Károly körül. Oda be tudtunk menni, úgy, képzeljétek, nyitva volt az ajtó, besétáltunk, leültünk, mire észbe kapott a biztos. Bezárta ő magától. Saját magát bezárta. Igen, nem volt. Tartóztatok. De el nem menjünk. Ja. Rögtön lezárta az ajtót, és akkor mondja a Laci, hogy a fiókvezetővel szeretnénk, hogyha itt van meg. De ő automatikusan már hívta a rendőröket. Tehát. Hívta, tehát ő azonnal a rendőröket hívta, és akkor kijött a fiókvezető hölgy, egy kis fiatal. Jó napot kívánok, miben segíthet? Mondtam neki, hogy ezt azt szeretnénk, hogyha csak rányomnak pecsétet, és akkor 10 percen belül nem akkor tetsz. 10 percen belül elmegyünk és semmi, de ha nem, ja, és akkor azt mondja, hogy hát én sajnos nem fogok maguknak semmiféle pecsét, de ezt így nagyon kedvesen, semmit nem fog, én meg nagyon kedvesen mondtam, hogy akkor fél óráig maradunk. És akkor kijöttek a rendőrök, de mi észre se vettünk, meg kívül álltak az utcán. Tehát mikor letelt a fél óra, néztük az időt, mennyi van még, két perc, stb. Na látja, köszönjük szépen, eddig tartott, már megyünk is. Kimentünk, álltak a rendőrök, az ajtóban. Jó napot kívánok, tehát kívül álltak, be se jöttek. Mindenütt kértünk sorszámot, mint egy blokkolórát, hogy mennyi lesz a fél óra. Ja igen, hogy a pontos pontos. Ez jó volt. És aztán utánunk jöttek Laciék, még néztük is, hogy bejutottak a CIP-bankba. Nem hitték, hogy még egy csapat. Állunk, hogy nem fogok. Hogy megint egy csapat. Simán bevettük. Úgyhogy simán képzeljétek el. Tehát nem zárta be utána meg semmi, mi elmértünk. És a Laciékkal találkoztunk a sark, és pár perc eltér, és ezek is tudtak jutni a CIP-bankba. Mondták, hogy itt az ember. Igen, a másik csapat, hát melyik? Aztán visszamentünk a Hormüzatérre, és akkor a Rafiba úgy döntöttünk, hogy akkor az van leghamarabb a sarkon. Bementünk a Rafiba, hát ott is volt Kriszti. Hát, kettőket engedtek csak be. Vagyis, hát attól igen, tehát ketten bejutottunk a Laciba, az elsőkényeket kicsukta. Az elsőkényeket kicsukta, bezárta az ajtó. És akkor... leültünk, de nem, tehát semmi különösebb nem volt, ő is telefonálgatott jobbra-balra, stb. Akkor mondtuk, hogy a fiókvezetővel szeretnénk beszélni.
Akkor jött egy fiatal ember, nagyon-nagyon udvarias volt, oda jött, bemutatkozott, mind a kettőnknek. Kezet fogott velünk, és mondta, hogy egy picit menjünk már arrébb, és akkor egy picit beljebb mentünk, és én elővettem ugyanaz udvariasan, ahogy ő, mutattam ezt a kis pecsétgyűjtő lapot, és mondtam, hogy csak annyit szeretném kérni. Nyomjon erre rá egy pecsétet, és már megyünk is. Még azt sem mondtam, hogy akkor 15 perc. De addigra úgyis okultunk már, nagyon kedvesen azt mondta, hogy ne haragudjunk, de tényleg nagyon bocsánatot kér, de ő nem teheti meg. De ugyanúgy még mondta. És mindig kártyát adott nekünk. És akkor... Elmélyesítelt is kaphattok mellé. Keresítek privátban, nem? Vagy a csokhoz mi van. Mind a kettőnknek egy-egy névjegykártyát. És akkor a Laciban úgy döntöttünk, hogy na itt nem várjuk ki a fél órát, mert ez fölösleges, hogy az esikéjék. Mint ha megéreztük, hogy a tisztán fel kell segíteni. Valószínű, igen, mert épp akkor jöttünk ki, amikor kik is jöttek velünk szembe. Igen, hogy pont jöttek az Irénkék, és mondták, hogy oda kell menni a Budapest Bankban, mert a Krisztiánnal ez történt. Na, úgyhogy nekünk mi gyűjtöttünk egy... egy igazoltatást, és akkor természetesen kértük, hogy az úriembert is, hát az ne csak bennünket igazoltasson már rendőr, és akkor őt is igazoltatta ez az OTP, tehát ennyi volt. De ott az nagyon-nagyon hisztített az a pasit. Tehát mindig rossz kurva. Szuper, nagyon jó. És a Péter volt előbb, mindjárt. De várjál, ő hozzá. Ja, na jó, oké. Elnézést, csak annyira, hogy nem akartunk mi az Erzsébet dolakodni az őrrel, tehát ahogy megláttam a pólókat, már csapta be az ajtót, függetlenül azt, hogy rajtam csak kockás így van, az egy másik szimbólum. És na, nem azért mondtam, nem tudnánk, csak az Erzsi reggel ki volt a pedagógusokkal is. Na, de a lényeg az, hogy nem akartunk dulakodni semmi, hát nem mehetünk be, viszont az összes ügyfél, aki jött, ahhoz nem értett, hogy miért van bezárva. Tehát úgy bezárt az ajtót, hogy inkább csak kifelé jöttek az ügyfelek. Viszont aki ott a méltatlankodott, annak elmondtuk hát, hogy károsoltuk vagyunk, és ha nem akarunk még jönni is károsolni, nem akarunk nagyon menjen be. Ennyi. Mi is benn voltunk az első ajtó, és a mi a zsinikbe voltunk. Tehát lényeg az, hogy ezért a jó hírnevüket azért öregbítettük. És közben a Viktor közben kamerázott befelé, tehát az természetesen is nem titkolva, hanem ugye kint át, és szépen végig. Jó, csak volt, ahol mondtuk, hogy inkább csak úgy tartsad, hogy ne lássák. Az OTP-ben, hogy már elégedne, mert a felét felvettem. De... És amikor jöttünk el, akkor kiszólt neki a biztonsági őr, hogy nem lehet, és mondtam, hogy hát nem bent kamerázod, hanem kint. És hát az is ide tartunk. És akkor azt mondja a biztonsági őr, hogy igen, a Rafi azt mondja, hogy egyébként megsugom, hogy nekem is van hitelem. Hát már magam érítem, gyorsan kapjon fel egy Raiffeisen-es izét, abban van sárga, azt majd jött is. Én felvettem, ott van a... Igen. Aztán sikerült. Jó, az is majd küldök vissza, lesz majd hangfelvétel. Mindösszes már kérdeztük magukat. Én ugye Péter, és akkor utána Zsuzsi. Megpróbálok kiszínyedni egy kicsit, mert hát, hogy elcsürkültünk ebből a csapatba. Volt az Ernő velünk, az aki így a messziről jött, de akkor már. Nem, tartogott a valahol mondta magáért az OTP-nél is, hogy hát szégyen gyarat, ezt csinálták velem. Ő volt a leghangosabb közöttünk. Biztosági őrönne gyarab rám. Az OTP-nél egy biztosági őrönne. Egyedül a vezetőnő jött, de az is menekült. Amit nem tudom, ott még menekült. Ez egy telefonálgatott. Most kinek telefonál? Hát nem mondhatom meg, hát azt, mert legalább kinek a rendőr, mert akkor úgy viselkedik, mi is akkor megállunk. Végig kértünk úgy, hogy most már odállhatott az ajtó magyar. Most én akkor vonulunk kifelé, most csinált, hogy a ősök jönnek ki. A másik érdekesség, hogy először a tényleg, szóval nem egy percen múlott már. Elment a vezető, először kérdezett a vezető helyettesnő az ERSZ-be, hogy mit akar, azt szeretnénk, hogy hát csinálják egy sérdés demonstrációt, de amellett, hogy jól lenne, ha alá teszel helyén, mert milyen büszkék lehetnénk, hogy na tessék, mi végre visszük az öregek, visznek. Hát én nem tudom vele, tudom, hogy elmegyek, és meg valakit megkérdem a főnököt, hogy lebegjük, lepecsételhetem el. És nem, tízszerződött, hát így üljenek le, tartsák a táblát, de demonstrálnak nyugodtan. Tehát 10 perc van, míg a mentem, a telefonért kérdezett a vezető, egy férfi, ketten sor jöttek. Ha már itt vannak, aztán hadd kérem meg, hogy tulajdonképpen miért csinál, mit akarnak? Hát
Hát amikor van egy szólása, van kifosztál, mert hát ezek ketten is kértek a vezetőre, és a vezető értesítőre. Azt lehet mondani, hogy ez nem büszkeség, hogy mint a kenyerre lehetetek, nem lehetett beléjük kötni egyszerre. De ez mikor, jó, azt mondja, csinálják nyugodtan, hova akarnak, csinálják helyet, üljenek, csinálják, demonstráljanak. Az ember nem, az húrcott a számlát magával, és úgy. A végén úgy jöttünk, hogy semmiket nem vertek meg. Hála Jóistenek, se őket nem előttek kifalni. Azt vettük észre, hogy négyen ugyanolyan hatást váltottunk ki, mint hogyha 20 vagy 25 ember bentünk volna be a bankba. Sőt, hozzátenném, hogy két ember is elég gyakorlatilag ahhoz, hogy olyan hatást váltsunk ki. Ugye ma egy különleges akció volt, Tour de France 3, amikor is azt találtuk ki, hogy nem 20-an, vagy 10-an, vagy akárhányan megyünk be a bankba, ahogy Zsuzsi mondta, hanem kis csoportokba. Ugye a legkisebb létszám 3 fő volt, a legnagyobb létszám pedig 4 fő volt, és valóban nagyon sokot kaptak a bankokba. Tehát ugye egyrészt meg volt hirdetve előre, tehát jól látszott, hogy például az OTP fel volt erre készülve, vagy Rafi is, tehát ugye azt mondtátok, hogy csak én nem voltam Rafiba. És ugye volt olyan, hogy látszólag nem foglalkoztak velünk, de mégis. Tehát mi is találkoztunk olyan OTP-vel, ahol nem volt biztonsági őr, csak a fiókvezető kukoskodott ott egy kicsit, ő is hamar feladta. Tehát egy kicsit olyan, mintha már olyan legyőzöttek lennének. Tehát most már mindegy, csinálj, tehetetlenek, igen. Tehát, hogy most már van bírósági ítéletünk. Tudják azt, hogy a kukoskodnak, akkor tovább fog tartani. Tehát az is jól benne van ebben a dologban, viszont valamit megmutattak, innentől kezdve ez bárki megcsinálhatja. Mert ami megcsinálhattuk, elértük azt, hogy gyakorlatilag bárki bemehet az országba, bármelyik bankfiókba, és ott tarthat plakátokat, mi még volt, ahol zenéltünk is, tarthatja a kameráját bármilyen módon, eljátszhatja a hain bankárból még dalt a telefonján, vagy bármilyen más módon. Tehát ugye ezekkel semmi probléma nincs, mert nem tudnak vele mit tenni, és annyiból jobb talán, mint hogyha sokan mennénk be, mert ebben még kevésbé tudnak belekötni.